Na már. Honnan rajta tudunk? Első helyre rajtolsz, hoppá! Az jó. Igen, figyelj, a piros előtt nehogy fékezz, mert hátulra megtoldanak, nyugodtan fékezhetsz bátran. Tényleg, sérülés van, vagy... De nincs sérülés. Jó. Akkor köszöntünk minden kedves nézőt itt az Unibet Magyarország YouTube csatornáján is, a Rázókő adásban, ugyanis ebből a live-ból egy összeállítás kimegy, ma Újveri Máté egy élő mezőny ellenversenyez, ebben a játékban először multiplayer a nézőim ellen. Az első futamot az első helyről kezdi meg, amúgy ez nem így volt megtervezve. Már még várunk. Válasz, padló, húzd be, tartsad, és amikor kialszik, engedd majd el. Go! Figyelj a vonalra, nem fékezünk túl korán. Figyelj, kicsit fura a kormány a mozgása. Fékezünk. Fék! Fordul! Nem fékezünk is. Már mehet a gáz, vezeti a versenyt, Máté. Fújjuk le! Csak az ívre koncentrálj, mintha egy gyors körön lenni. Nem lehet, hogy vége van? Hogy bejön Mylander? Ó, sárga zászló, volt egy darabig. Nagyon lemaradtak a többiek, ugye? Nem, de biztos vannak balesetek. Ha valaki kiüti Mátit, nagyon mérges leszek, légy szíves, legyetek vele óvatosak, előbb tisztességes versenyt kérek, jó? Nem túlt költekezést, meg hasonlókat, mint amiket a Red Bull csinál. És itt amúgy szigorú a kanyarlevágás, szóval majd figyelj, hogy pálya marad. Itt a nyíl, vannak melletted, szóval ne húzd ilyenkor rá. Fékezd, hagyj egy kis helyet, fordulj alá esetleg, ha tud. Fordulj be, mehet a gáz, megcsúszott a kigyorsításon, maradj a szélárnyékba. Nyomjuk az előzés gombat, de ő is nyomja, védekezik ez a kis tigris. Szép a tigriske. Figyelj, a pirosra koncentrálj. Fik. Jó. Beijesztetted, de nem mertem. Nem mertem, bocsánat. Nem baj. Elnézést kérek mindenkitől, majd itt. Tigrist ismered amúgy? Nem ismerem. Na, Máté, hoppá, tigris! De figyelj! Ne totyog, mert őt vissza tudod előzni, nem tűnik egy éles késnek a fiókban. Ez padlógáz. Az a baj, hogy nem merek közel menni hozzá. Padló. Mit emelsz bele? Kisfék, mehet már a gáz. Ez nagyon gyors kanyar, nyugodtan mehet a gáz. Fék? Figyelj, csúszkál az autó. Nem csúszkál, de hát van kapcsolva minden bajom, hát segéd lett. Kell, hát így korcsolyáznánk a jegyen. Olyan érzésem van. Na, Tiger, hibázz még. Remélem, hogy megijedtünk. Fik. Túl kis korán fordultál be, gáz, mehet a gázpadló. Borzasztó ez az Alfa, Dani. Mi? Hát itt gyakoroltunk előtte 5 kört mentem. Ugye, második vagy, ne panaszkodj már, olyan vagy, mint Hamilton, pedig te még 7 címet se nyertél meg. Sőt, egyet se. Jaj, gyerekek, de... Fú, de... Na, borzasztó. Milyen állításokat? Ajajaj! Elnézést! Nem baj. Bocsánat. Gáz, maradj a gázon. Hú, de alánk fordult el, Dávid, figyelj. Itt belső évre menj be. Fik. Tekerd a kormány, nyugodtan. Gáz, padló, mehet. Ez merész manőver volt, itt most előznek többen. Jézus, maradunk a szélen, nyilva baloldalra húzod. Húzod baloldalra, most már mindegy, nem hallgatsz. Te mindegy, hova húzodok. Jaj, ura vagy te. Fik, fordulj be. Ezt nem tudom, hogy értük túl, micsoda verseny, a valóságban nem fogunk ennyit látni. Én inkább magadra adlak, csinálj, amit akarsz. Valaki kilökött. Ki volt az? Kellene a pont, gyerekek, de így nem lesz pont. Pont még pont szerző helyen vagy. Jó, ez megelőzött. Scusa, egy ilyen túrautós volt, közben valaki hív, bocsánat, nem tudom felvenni. Itt már mehet a bal, kicsit a gondolataid előtt fordulj. Meg próbál tényleg, azért mert sok csúcspontra legkésel az ezzel azt. Örülök, hogy a pályán tartom az autót. Látod, nem is sikerül. Őt visszaelőzzük, nem baj. Bal, már mehet a bal. Itt még TRS fogunk tőle kapni. De nem itt. Betegyem. Balra. Fik. Szép. Gáz. Bravo, gyerekek! Ez nagyon jó volt, Máté, ugyanis a DRS-t is majd nyisd ki. Képzeld el az érzékelési ponton, most csukva van, parátom. Ja, bocs, kétszer nyomtam el. Az érzékelési ponton mi voltunk hátrébb. Itt csak menj a szívem, fékezz a pirosnál. Fék, fordulj, mintha hogy se lennének. Csak a saját. És mehet a gázadás. Gyerekek, nagyon kéne a pont. Hányadik kör? Utolsó? Nem, ez még kettő ezen kívül van hátra. Az rengeteg. Az nem jó. Aki akar Mátéval csatázni és a top 10-ben van, az nyugodtan megvárhatja, szóval
nem fog megsértődni. Itt padló, nem veszed el a gázt, nem veszed el a gázt, nem veszed el a gázt, nem veszed el a gázt. De kicsit muszáj! Muszáj! Nem lehet ez végig. Kis belemel is gáz. Nem baj, lemegyünk, nem baj, aszfaltozott bukótér van. Jaj. Ez daráló. Egész jó kijöttünk belőle. És nyitjuk az DRS-t? Nem nyitjuk, de jó. Nem. Nyomjuk, barátom. Figyelj, a piros, nem, fékez, csak a szokásod. Fordulj. Mehet a gáz. Hősiesen küzdesz a 9. helyet. Mögöttünk, aki van, 4 másodperc büntél van. Szóval, hogy ő még nem is nagy tragédia, ha megelőz esetleg. De nyilván próbáljunk meg. Innentől csak be kell fejezni. Csak éveztetem el, tudom, ezt ismerem. Ez itt padló. Kell a pont. Itt teljesen padló, nyilván. És itt akkor, ahogy szoktál, ezt már kezdesz elérezni, a gondolataid előtt fordulj egy kicsit. Látod, még összes csúcsodra elcsúsztuk. Majd jó, hogy nem kapjuk. Ne legyen bünti, gyerekek! Hát ezt ki kéne bírni valahogy, még ezt az órát. Egy figyelmeztet. Ne, nagyon berakják! Már fordulhatsz balra. Kételen voltam. Igen. Rádzálni, bocs. Ez szép. Figyelj. Ne fékezz meg, félsz Barnitól! Ne fordulj meg! Oh. Jó, figyelj! Csak warning van. Csak nem warning. Nyitunk megint DRS-t, hát mi a fene? Hacker! Ez a baj. Figyelj, nem baj. Csak a pirosat figyelj, csak a pirosat. Ne Barnit, a pirosat. Fé! Szép, gáz, nem baj a bukótér! Micsoda csata, Barni alá fordult. Szép volt. Figyelj. Gáz, mehet a padló. Itt csak az íven maradjunk, hát ha hibázik. Gáz, ne foglalkozz ezekkel. Padló, jobbra meg fognak előzni, nem? Nem, padló, nem. Mati, muszáj, hát kimegyek a pályáról, nem emelek bele. Balos, gáz, padló. Ne foglalkozz Barnikával! Barni összezavar teljesen! Ott a pontszerzés, baszki, e-sporton nem vagyok ilyen jó! Milyen izgalmas verseny volt! Azt ezek a gyerekek! Az elején, aki megforgatott, az nem tudom ki volt, de a dobogós helyekért mentünk volna pedig. Ott van! Jó. Kérdezik is, hallott, hogy Máténak hogy nincsen büntetés? Ezt én se tudom. Azért, mert a csávó profi. Go! Balra! Szép! Maradj itt! És húzod vissza jobbra! Visszahúzódhatsz! Itt jó éven vagy! Fékezzem kéne! Fék! Ne lökjetek! Kikérlek! Ne! Itt már mehet a jobb! Valaki szerintem... Ne dumálj pozíciót javítottál! Baloldal! Nem. Szerintem valaki nekem. Nem kell aggódni, most kilent lesz móda. Úristen! Állj, fék! Elnézést mindenkitől! 10 másodperces büntetés, Máté. Ezért nem dumálni kéne. 10! Milyen 10? Menjél már! 10 másodperc, emiatt? Mindent, de az 5%-os túlkapások, meg költségvetés, az meg semmi? Pénzbírság? Ez fia! Hol van itt az egyenlőség? Azért, mert Alfa Romeo-s vagyok? Azért, mert olaszkapottál vagyok egy leuropilóta? Kiégek! Jaj! De most ezt elhiszed? Amikor piros már fékez! Oké, keresztbe ment a pályán, jó. Hát olyan sok pozíciót nem. Néha korán fékezel, néha később. Ez gyönyörű. Itt megnézzük a mezőnyt. Köszöntünk minden kedves nézőt. Jó, hogy bemutattátok az autóitokat. Ti-ti-ti-ti-ri-ri. Hát jó. Nem, nincs még nálad a Ford Focus. Várnak csodálat, hogy nézzél, mire nézzél. Nem akarok kalamájkába kerülni. Köszönöm.
Most nem mondod, hogy már boardingolsz. Elnézést! Bocsánat! Mekkora szegyó vagy! Mázlalfa! Nincs erő! Pontszerző helyen van az első kör után a 20-ra, én nem is tudom mit látok. Danikám, ez van, hogyha nem szólalsz meg, látod? Nekem tényleg, nekem a pontszerző is a lép ellenem. Pronto. Zbigno. Mondtam, hogy nem tudom. Hadd is túl pörgi! Ilyen, ami... És megint! Várjátok meg a Máté! Léci, egész mezőn, lassít! 15. fel lesz adott? Nyomhatjátok, srácok! Nyomhatjátok! Lendületben jön a Máté! Nem, emelj meg ki! Jaj! Mi van itt? Jaj! Na, ez jó volt, kösz mindenkinek! Jó volt! 11. vagy kb. Ott, ahol voltál amúgy. Néhányan meghaltak, de a jó cél érdekében haltatok meg. El Dávid. A show. Az jó parasz csapattárs. Kövesd őket, tanulj tőlük. Hát próbálom. Figyelj, ha csak az első kört odaadod valakinek, azt mondja, ez a gyerek, ez ős tehetség. Bevágod a másodikat, de hát ez soha nem kicsit igazán. Kicsit te is maradj csendben. Ja. Próbáljuk még azt, hogy mindketten csendben maradunk, hát a megy a versenyzés. Hát mit csinálsz? Próbáltam nyomni az előzés gombot, mert... Mirek, hát messze vannak. Jó, de van egy csomó akkumulátoros. Na, hogy gyerünk. Hogy hogy megelőzzem a Dávid, és kövess! Ne foglalkozz vele, kövessd ő, ügyes, jobb. Jó. Meg ki talán előtted pár embertől, már csak olyan. Jó? Megint a gondolataid előtt fordulj egyre. Itt a DRS majd kinyithatod, most. Mondok melletted, ne hűdöd vissza. Ne, mondom, ne! Nem akartam! Most komolyan? Elő kormányoz! Hát de... Megmásztuk a hegyet, úgy van! Megyünk Jézushoz! Rio de Janeiroba, Grand Jézushoz! Jó! Rá nem álltam keresztbe megint. Teljesen. Koncentrálj, de aztán 12. volt. Figyelj, büntetés nincs, ugye? Nincs. Na. Még bármi lehet. Én magam vagyok a büntetés amúgy. Többiek számára. Ez egy csapás megnevezés volt. Így mentél volna egész verseny, jó lett volna. Bal oldalán maradj a pályának. Itt ez egy célfotó lesz. Látod, jönnek már még. Látod? Tizedik! 22.000 de... tizedik, mert aki büntetése volt, belassított! Kösz! Köszi gyerekek! Ezt ti hoztátok össze. Te! Respekt! Hát kettő! Pozit... Láttad mekkora célfotó volt? Az nagyon nagy. Ott a pontocskánk! Dani, barátnőmet... Mi? Barátnőmet kéne összeengedni egyszer a Máté ellen. Az nyeme... Nyerne, aki kevesebb. Ja, bocs. Töltsél már be, fogd a kezem, vigyél haza, pontszerzésbe. MZP is the goal. Veled vagyok, töltsél már be, vagy lép ki kérlek a rákos fenébe. Tűnj a szerverről, nyomj alt F4-et, MZP is the goal. Tiéd a szívem, tényleg MZP is the goal, de valami. Rád várunk ma. Bács. Go! Gyerünk! Miért lakítek meg hátulról? Itt nem kellett volna tolaknod. Hát ez... Hát így... Próbálnék kanyarodni.
ennél lassabban valakit irányba állni nem láttam. Safety card rendel el a Beleznai. Márti megint 30 másodperccel van lemaradva. Lassítsatok. És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belülre tudja tenni, nem? Nagyon mélyet fékez, Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyából, Hamilton vissza fog támadni a 9-es kanyag felé. Jön a szélárnyékból, jön a szélárnyékból, külsőivel Hamilton, Verstappen belül! Megtartja! És még mindig ő van előre, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen a gumi előnyben elmegy! Még van esély jó embernek lennetek, és újra megvártatok Mátét. Még juthattok a Mennyországba. Még nyugodtan feküdhetnétek le. Nézhetnétek tükörbe. Mi egymás. Még ez már... Ugye itt teljesen mindegy, mi történik, mert úgy érzem, hogy itt a mezőny hátsó részében itt totálisan elszabadultak az indulatok. Nincs olyan, hogy feladom? Feladtad, hogy felakadt az autó, a lázom történet. Le se tudok jönni! Gyere már! Toljatok már! Semmit nem tudok csinálni. Vége. Kész. Ez úgy ért véget, mint Latifi Forma 1-es karrier. Mint Rio Haryanto Forma 1-es karrierje. Ez borzasztó. Hát fiúk, lányok, ez volt ez a csodálatos szimulátorozása részemről. Sokan kértétek közelmúltban több alkalommal, több helyszínen is, hogy legyen ilyen. Lett ilyen, lesz is még, bocsánat, ne haragudj, lesz is még ilyen, de ez most így sikerült. Páros, páratlan. Fejlődni kell. Sziasztok!